Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Böcéné Zsuzsanna egy igazi óvónő, mégpedig a Benjamin óvoda új igazgatónője, kezit csókolom. Jó napot kívánok! Óvónénikkel még soha nem beszélgettem, talán akkor, amikor óvis voltam, de túl sokat nem, mert óvis koromban általában kórházban voltam. Ön egy nagy comebackkel visszatér ugyanabba az óvodába, ahol már volt. Mit csinálta a különböző időben, amíg nem volt? 2004 óta dolgoztam én a Benjamin óvodában, és 2008 óta vezetőhelyettes is voltam. Aztán 2017-ben úgy döntöttem, hogy más irányba próbálok meg szerencsét próbálni, szakmailag főképp. A 13. kerületben dolgoztam egy önkormányzati fenntartású óvodában. Nagyon jól éreztem magam, nagyon sok mindent tanultam ott, nagyon sok mindenre ráláttam, amire eddig talán nem, és úgy érzem, hogy ezt majd fogom tudni kamatoztatni a Benjamin óvodának a fejlesztésénél. Már a nevéből is kiderül, hogy ez egy zsidó óvoda. Mennyire különbözik ez az óvoda a többi óvodától? Miért éri meg egy zsidó szülőnek mondjuk Budáról, vagy az 5. kerületből, vagy a 9-ből elvinni a gyerekét önhöz a 14. kerületbe? Alapvetően ugyanazokat a feladatokat látjuk el, mint egy bármilyen más önkormányzati fenntartású óvoda. Ugyanúgy vannak általános programjaink, alapfeladataink, amiket ellátunk, de ugye, ahogy ön is mondta, ez a különbözőség abban rejlik, hogy zsidó szemléletet próbálunk meg átadni a gyerekeknek, a hitélettel kapcsolatos dolgokat, gondolatokat, érzéseket próbáljuk kommunikálni, és ez a mindennapjainkban is megjelenik. Tartjuk a zsidó ünnepeket, minden ünnepre előzetesen felkészülünk, az óvónénik mindenféle kézműves dolgokat próbálnak a gyerekeknek biztosítani. Azt akarja nekem mondani, hogy például a Lánc-Lánc, Eszter-Láncnak a héber megfelelőjére tanítják a gyereket, vagy mind a kettőre? Mind a kettő. Van Lánc-Lánc, Eszter-Lánc is, és ugyanakkor van Rosh Hashanah-idal, Szukkot-idal, ami a zsidó ünnepekhez kapcsolódik. Amikor az van terítéken, hogy úgy mondjam, éppen a zsidó ünnep következik, akkor a zsidó dalokat tanítjuk a gyerekeknek. És ugyanígy Sábátra minden héten felkészülünk, Verő Tamás rabbi segítségével. Ő eljön hozzánk, és a gyerekeknek ő is átadja ezeket a tudástartalmakat, ami a zsidósággal kapcsolatos. Hogy tudja megmagyarázni a gyereknek, hogyha mondjuk véletlenül bableves van ebédre, és a gyerek azt mondja, hogy de én kérek hozzá tejfölt, hogy mondja meg neki, hogy na azt nem? Ugye az óvodánkban kóserság elvei szerint működik az étkeztetés is. Fel sem merül ez, hogy tejfölt vagy sajtot a húsos ételhez. A reggelihez kapnak a gyerekek bőségesen tejterméket, akár kakaó, vaj, sajt formájában. És egyébként meg elmagyarázzuk nekik ezt természetesen, hogy hogy működik ez a kóserság, mik azok az állatfajták, amiket hogy milyen lehet zsidónak enni, lenni. Meg hogy milyen zsidónak tehát lenni. Tehát akkor ezek a gyerekek tulajdonképpen otthon a szüleiket megtanítják zsidónak lenni attól, amit önöktől tanulnak. Úgy gondolom, hogy igen. Hogy többségében van, amikor a gyerekektől tanulják meg a szülők azáltal, amit mi az óvodában adunk nekik. És hát természetesen van egy Talmud Tóra oktatásunk is, amit az egyik kedves kolléganőm minden héten a gyerekek számára biztosít, és segít nekik azáltal is megtanítani a zsidó hagyományokat. Ahhoz, hogy valaki az ön óviába legyen óvodás, ahhoz mi kell? Jelentkezés. Semmi. Boldog szülő, akinek boldog. Van ideje elvinni a 14. kerületbe a gyereket? Igen, egyrészt ez is. Az sem baj, hogyha már eleve 14. kerületi a gyerek. Nincs ilyenfajta követelmény, hogy mindenképpen zsidó származásúnak kell lenni, csak fogadja el a mi hagyományainkat és azokat a dolgokat, amiket mi ott képviselünk. Na de hát a gyerek még nem tudja eldönteni, a szülőnek kell eldönteni. Természetesen az elsődleges célcsoportunk a zsidó családok. Mindenképpen őket szeretnénk első körben megnyerni arra, hogy eljöjjenek a mi óvodánkba és minket válasszanak, de mindenki számára nyitottak vagyunk. És akkor a dadusok is mindenki fejből tudja a Tórát és a Sulhán Áruk szabályait. Ebben azért nem vagyok annyira biztos, de tartunk folyamatosan ilyen egymás közötti továbbképzéseket. Vannak, akik jobban belemélyedtek már ebbe a témakörbe, és tovább tudják adni a 2004-ben kezdett, tehát majdnem az alapítástól volt ott.
Hát 92-ben alakult ez az óvoda, tehát azért egy picit később érkeztem. Én akkor csöppentem ebbe bele, amikor a fenntartó segítségével egy új épület jött létre. Ez egy régi bölcsödei épület volt az óvoda helyén. Régen ebben működött az intézmény, és most már egy csodálatos új Európai Unió szabályoknak megfelelő épületben vagyunk, és kiegészültünk egy bölcsödei csoporttal is most már 2014-ben. Mekkora most, a bölcsi? A bölcsi most egy csoportos, 14 gyerek férőhely van a számukra, most jelenleg 9-en vannak, de szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik ez iránt, úgyhogy a bölcsibe is van még hely, és még az oviban is. Milyen a kapcsolata a szülőkkel, hisz egy pár évig távol volt az intézménytől, közel 2 esztendeig. Vannak olyan szülők, akik még ott vannak, ugye akik, azok a gyerekek, akik még nem járták ki az óvodát, és természetesen vannak új szülők is, de én igyekszem mindenkivel megfelelő kommunikációval jó kapcsolatot kialakítani, és szeretnénk, hogyha a szülők minél jobban részt vennének a életünkben. Vannak olyan szülők, akik már a második, harmadik gyermeküket viszik önhöz? Igen. Szerencsére ilyen szülők is vannak, igen. Ez a zsidó oktatás alapjait önöknél tanulják meg. Mennyire jellemző, hogy utána egy zsidó általános iskolába mennek tovább a gyerekek? Biztos tud róluk. Igen, a Sejber iskolával nekünk nagyon szoros a kapcsolatunk. Igazából arra kapacitáljuk a gyerekeket, hogy választák ezt az iskolát, de ettől függetlenül a kerület többi iskolájába, vagy főképp a 13. kerületbe, ahol a gyerekek és szülők többsége lakik, azokat az iskolákat is választják természetesen. És természetesen vannak még más zsidó iskolák. És vannak még más zsidó iskolák is. Városba. Ha meg akarna engem győzni, mint egy fiatal párból az apát, akkor mit mondta nekem, hogy miért hozzam önhöz a gyereket? Ha miért zsidó ne? Apát szeretnék természetesen meggyőzni, akkor mindenképpen... Én egy büszke magyar zsidó vagyok, úgyhogy ez a kérdés föl sem merült. Sok házasságból, sok gyermekem, unokáim vannak, úgyhogy... Elsősorban kiemelném ezt a zsidó élettel kapcsolatos nevelést és fejlesztéseket, ezért mindenképpen érdemes hozzánk jönni, mert most már bővítjük is ezt a tevékenységünket. Ugye eddig is volt már az elmúlt időszakban a sabáttal kapcsolatos szokások, ünnepekkel kapcsolatos szokások, de most szeretnénk feleleveníteni a zsinagógába járás és a zsinagógákkal való kapcsolattartási szokásainkat is, és természetesen minden olyan fejlesztést megkapnak a gyerekek még pluszban, amit egy állami óvodában is megkapnak, és iskolára teljesen felkészültem. A minap jártam Kínába, és Kínába az ovikba ilyen kodálypontokat létesítenek. Mennyire zeneszerető az önök ovija, mennyire figyelnek oda a gyerekeknek a ritmikus érzékére, illetve a hallásukra? A mindennapokban énekelnek, ritmusokat tapsolnak az óvónénik a gyerekekkel, sőt még van egy plusz ritmika, zenés ritmika foglalkozásunk is, amit egy zenepedagógus tart. Ő minden héten eljön, minden csoportba ellátogat, és ugyan nem Kodály módszerrel, hanem Dalcroze módszerrel adja tovább a gyerekeknek a zeneszeretetét. Legközelebb ezt a módszert majd elmondja nekünk. Kedves nézőim, megpróbáltam önöknek bemutatni egy működő bölcsőre vezetőnőt, Böcné Zsuzsannát, aki 2004-től 2 éves megszakítással a Binyamin óvodának a munkatársa, és most már lassan pár hete az új vezetője, és sok sikert kívánunk. Köszönöm a munkához. Szépen. Sok-sok gyereket, és sok-sok gyerek tanulja meg, nem baj az, ha nem zsidó, a zsidó szokásokat és dallamokat és ünnepeket. Kezdi csokrom, köszönöm, hogy szépen. Itt volt. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk Kendernay János, az LMP elnöke. Tartsanak velünk!